forróval, gyorsan keressük meg! Keressük meg! Pedig tavaly megígértétek, hogy nem veszekedtek többet, és most kezditek először. Hát micsoda a dolog ez? Szégyeljétek magatokat! Megkezdtem, Nini bácsi! Ide nézhetek! Megvan! Megvan a noteszó! Nem hiába hirdettem a rendeki hírmondóban, hogy a becsületes megtaláló 101 kiló forint jutalmat kap. A teívóban dolgozó kislány megtalálta. Az a csipisz annyi pénzt kap érte! 101 kiló forintot? Megérdemelte! Nem csak azért, mert rendesen takarított, hanem azért is, mert becsületes volt, és visszaadta azt, ami az enyém. Bizony. Gyere csak, kutya! Van egy jó ötletem, gyere! Kitaláltam valamit. Na, nem leszünk mi ördögutók. Becsületes megtalálók leszünk. De hogyan? Hát úgy, hogy mindent megtalálunk, amit a Mikulás bácsi elveszít, és akkor még lesz a jutaló. De jó ötlet! Na, hogyan csináljuk? Gyere, csak figyelj! Oké? Lehetünk? Hol a háló sípka? Hirdetésem még nincs benn, amelyikben keresek egy olyan kis inat,
aki még a gazdájának a gondolatát is lesi. Te kódja, mire célzott a Mikulás bácsi? Nem arra, mire én gondolom? Hát dehogy nem! Azért van, hogy minket van buszkában, hogy mindent elintézünk helyette. Minden. Még az apró hirdetést is? Még az apró hirdetést is. Eladunk egyet, még lesz a jutalom. Hát gyerek, nem tenni le, fussunk, mert bezár a szerkesztőség. Fussunk. Na, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Hát mert az apró hirdetésért fizetni kell. Ingyen nem adják. Még se kérhetünk a Mikulásról. Nem lesz, hogy becsület is megtalálunk. Jaj, gyere, állandóan nyavajos. Na, és a pénzünk, ha összetesszük, igazán fogunk, és fel is tudjuk adni. Ennyi pont elég lesz. Na, fussunk, fussunk. Gyere, gyorsak. Képzeld el, hogy rendben. Én is olvastam a
messzi észak országában, valahol egy hódolházban, vidára tele a napok, ott táncolnak a lángosok. Én a soha meg ne unja, vívon száll a kampusztóta. Egy nap vonat, füttye, hason, hason, kampusztóta. Jó gyerek! Hát az jó! Itt van! A csokoládéra! Az enyém, a minden!